cukorbetegség sebészemmel. Erről fogunk beszélgetni dr. Kökény Zoltán sebésszel. Sok szeretettel köszöntöm itt jó a stúdióban. Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves nézőket. Először is egy magyarországi adattal szeretném kezdeni, hogy 800 ezer cukorbeteg van Magyarországon, ami azt jelenti, hogy majdnem minden tizedik magyar ember cukorbeteg. Ez egy hihetetlen szám. Nem csak a 800 ezer van, ez egy 2015-ös adat, hanem a számuk folyamatosan növekszik, és én azt gondolom, hogy néhány éven belül az 1 milliós nagyságrendet is elérjük, mert a cukorbetegség egyre gyakoribbá válik, egyre több beteget fog, vagy embert fog érinteni, és éppen ezért kell foglalkozni a cukorbetegséggel és a cukorbetegségnek a szövődményeivel, és elsősorban, amiért én itt most itt vagyok, ez a cukorbetegségnek a sebészeti szövődményei, amiről egy kicsit bővebben lenne érdemes beszélni. Mik ezek a szövődmények, hogyha már itt tartunk? A cukorbetegségnek a leggyakoribb szövődményeit a cukorbetegek nagyon jól ismerik. A látáscsökkenést, a látásvesztést, veseszövődményeket mindannyian jól tudják, de azt, hogy a cukorbetegség tönkreteszi az idegrostokat és érzéskiesést, érzéscsökkenést okoz például az alsó végtagon, és ezáltal a végtag egy kisebesedési kockázatnak van kitéve, és ezek a sebek a lábon nagyon könnyen elfertőződnek, mélyreható fertőzések indulnak meg órákon belül a lábon az anatómiai szerkezete miatt, ez nagyon gyakran lábvesztéshez, végtagvesztéshez vezet egy cukorbetegnél. Nem is gondolná, nem is tudja ezt egy egészséges ember elképzelni, hogy hogyan tud ez ilyen agresszív módon a beteg végtagját veszélyeztető kórképpé alakulni. Biológiailag egyébként hogyan magyarázható ez a fajta, itt az érzetkiesésre gondolok, akár amit mondott is, hogy amputálni kell akár egy végtagot? A cukorbetegség, a magas vércukorszint következtében olyan kémiai folyamatok indulnak meg, amelyek az idegrostoknak a szigetelését teszik tönkre, és ez a szigetelés következtében egy vezetési zavar, ugye itt elektromos áram, ha leegyszerűsítjük, elektromos impulzus vezetésről van szó, és ez a vezetés károsodik, és ezáltal bizonyos ingereket nem fog érezni a beteg. Ez alatt én értem a hőmérsékletet, nem érzi, hogy hideg vagy meleg van-e a környezetében, nem érzi a fájdalmat, nem érzi a nyomást, de nem csak az érző idegek mennek tönkre a lábon, hanem az úgynevezett vegetatív idegek, amik például a láb bőrének a verejték tartalmát szabályozzák, ezért nagyon gyakran kiszárad a bőre, könnyebben berepedezik a bőre. Ezek mind olyan apró, mi azt mondjuk, hogy mikrosérülésekhez vezethetnek, amiken keresztül kórokozók hatolhatnak be a bőrön, ami az elsődleges védelmi vonal a szervezetnek, és amikor ezek a kórokozók átjutnak a bőrön, nagyon gyakran és nagyon gyorsan okoznak fertőzést. Az egészséges embernél is ugyanígy megtörténik, csak sokkal nagyobb a szervezet védekezőkészsége, a bőr védekezőkészsége, nehezebben alakul ki sebb, hiszen ha nekem van egy apró kavics a cipőmben, és töri a lábamat, én azt azonnal érzem, kiveszem belőled. A cukorbetegnél az érzéskiesés miatt ő nem fogja azt érezni, hogy felgyűrődött a cipőjében a talbetét, vagy benne van egy apró kavics, és bizony jár rajta akár egy fél vagy egész napot is ugyanabban a cipőben, és ez az apró idegen test pillanatok alatt kisebesíti a lábát, ott a seb, bekerülnek a kórokozók. Amíg egy egészséges ember érzi a fertőzésnek a tüneteit, a lüktető fájdalmat, vagy egyáltalán a fájdalmat, addig a cukorbetegnél ez a fájdalomérzés is kiesik, vagy kieshet, és bizony nem biztos az, hogy ő ezt időben észre fogja venni. Hogyan lehet ezt észrevenni? Vagy van esetleg valamilyen műszer, ami által az érzetkiesést, azt lehet akár ellenőrizni? Nagyon sok beteg fél az orvosi vizsgálatoktól. Én hoztam egy műszert, nagyon szívesen megmutatom, ez egy nagyon egyszerű kis eszköz, amivel az érzéskiesés gyakorlatilag mérni lehet. Abszolút fájdalmatlan vizsgálatról beszélünk, maga a vizsgálat az 1 percet vesz igénybe végtagonként. Gyakorlatilag egy nagyon egyszerű kis hangvilláról van szó, ez egy speciális eszköz, abban különbözik egy egyéb hangvillától, hogy van rajta egy skála. Normál esetben ha megrezegtetjük a hangvillát, és csontos alapra tesszük, ezt mindenki érezni fogja, még a cukorbeteg is érzi a kezén, hogy ez bizony rezeg. De az alsó végtagon olyan mértékű
károsodás jön létre éppen azért, mert sokkal hosszabbak az idegrostok, mint mondjuk a kézen, hogy a beteg a lábán ezt a rezgést már nem fogja érezni, egyáltalán nem érzi, vagy pedig sokkal előbb fogja azt mondani nekünk, hogy elmúlt a rezgés, és ugye ennek a hangvilának az a lényege, hogy itt ez a kis nyíl, ahogy csökken a rezgés, mászik fölfele, van mellette egy számskála, és amikor a beteg azt mondja, hogy most nem érzem a rezgést, abban a pillanatban leolvassuk, hogy ez milyen értéknél van, és ebből meg tudjuk állapítani a neuropátiának nevezett idegkárosodásnak a mértékét. Milyen szintjei vannak ennek a betegségnek? A neuropátiának tulajdonképpen azt kell mondani, hogy ha ezen a hangvillán 6-os fölötti értéket mérünk, akkor nincs a betegnek neuropátiája. A 6-os értéknél azt mondjuk, hogy ez határérték, és ez alatt már azt kell mondani, hogy bizony a betegnek úgynevezett neuropátiája van, kialakult az érzés károsodása a lábán. Ebben az esetben már megfelelő óvintézkedéseket kell tenni arra, hogy a beteg lábát megmenthessük, vagy ne legyen nagy veszélynek kitéve a végtagja. Minden cukorbeteg ki van téve ennek a betegségnek? Azt kell mondanom, hogy minden cukorbeteg, és a cukorbetegség fennállásának az időtartama az, ami leginkább meghatározza, hogy hogyan alakul ki, mennyi idő alatt alakul ki a neuropátia, illetve az, hogy a beteg mennyire tartja a diétáját. Tehát egy jól egyensúlyban lévő betegnél évtizedekig nem jelentkezik mondjuk ez az idegi károsodás, vagy csak enyhe mértékben, viszont fiataloknál, akár 10 éves korban elinduló cukorbetegségnél, akár 30-40 éves betegeknek a végtagja veszélyben lehet. Hogyan lehet esetleg megelőzni azt, hogyha már nagyon előre haladunk, hogy mondjuk egy végtagot amputálni kelljen, hogyan lehet ápolni akár a lábunkat? Vagy... Azt gondolom, hogy a legtöbbet a beteg tehet saját maga ez ügyben, és ez az a néhány szabály, amit hogyha minden cukorbeteg minden alkalommal megtartana, akkor lényegesen kevesebb végtagot veszítenénk el cukorbetegség szövődménye miatt. Azt azért el kell mondani, hogy ma több mint 4000 végtag vész el Magyarországon cukorbetegség miatt, cukorbetegség szövődményeként, és ezeknek az amputációknak a fele, kétharmada, 75-80%-a is megelőzhető lenne. Nagyon sok ország már ezen túl van, a cukorbetegek jól képzettek, tudják a betegségüknek az ilyen jellegű problémáit, és időben orvoshoz fordulnak. Néhány alapszabály, amit mindenképpen meg kéne tartani. Tilos mezítláb járni egy cukorbetegnek, legyen szó a lakásról vagy a tengerpartról, hiszen hogyha ő nem érzi a fájdalmat, egy tengerparton egy kagylóba beleléphet úgy, hogy fölsérti a talpát, nem is érzi, ott a seb, mennek a kórokozók, fertőződik a lába. Otthon, lakásban is, bármilyen, akármennyire is tiszta egy lakás, egy apró kavics bekerülhet az előszobába, utána be a szobába, ez bekerül a beteg talpa alá, hogyha mezítláb járkál, ráragad az oknira, nem érzi a fájdalmat, ki fog sebesedni a lába. Minden egyes alkalommal, mielőtt fölveszi a beteg a cipőjét, bele kell nyúlnia a cipőjébe, bele kell néznie, bele kell tapintania, hogy nincs-e benne idegentest. Egy angol kolléga egy konferencián fölvetített egy diát, hogy mi mindent szedett már ki cukorbetegek cipőjéből, a sebes talpa alól, kitűzőt, jelvényt, legókockát, játékot, apró darabok, kulcskarikát, bármi beleesett egy cipőbe, ezt a cukorbeteg nem fogja érezni, hogy nyomja a lábát. Tehát bele kell nyúlni, mert a kezünk az jól érez. Ott érezni fogja azt, hogy föl van egy gyűrődve a talbetét, föl van-e a varrás bomolva a cipőben. Nem lenne szabad ezt az egyszerű apró mozdulatot elfelejteni. Nagyon fontos, hogy egy cukorbeteg minden nap vizsgálja meg a saját lábát, keresni kell rajta az elváltozásokat, bőrpírt, bőrkeményedést, gombás körmöt, gombás elváltozást, minden olyat, ami nem normális, ami tegnap nem volt rajta, de ma ott van a lábamon, az figyelemfelhívó jel lehet. Ilyenkor azonnal el kell menni szakemberhez, megfelelő orvoshoz. Nem egyszer találkoztam cukorbeteggel, akinek bőrkeményedés alakult ki a talpán vagy a lábujján, és ő saját maga próbálta ezt helyrehozni zsilettpengével. De nem érzi a fájdalmat. Egy egészséges ember nem tud belevágni a bőrébe úgy, hogy sebet okozzon a cukorbeteg. Ezt teljesen észrevétlenül megteheti, kisebesíti a lábát, tehát tilos
éles eszközzel cukorbetegnek saját magának a lábát ápolnia. Ugyanilyen nagy probléma, hogy tyúkszem esetén például tyúkszem tapaszt tesznek fel a bőrükre, aminek az a feladata, hogy feloldja a bőrkeményedést. Olyan anyag van benne a tyúkszem tapaszban. Csak az egészséges ember érzi azt, amikor már az egészséges bőrét marja föl, vagy oldja föl ez a tapasz, hiszen fáj, érzékeny lesz a cukorbetegnél, ez nem alakul ki, tehát ő nem fogja érezni, és túl mélyre megy a hatóanyag, és sajnos kisebesedik a cukorbetegnek a lába. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és köszönöm szépen ezeket a fontos tanácsokat, amiket elmondott nekünk és megosztott velünk. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem és elmondhattam.